Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Csonke Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc vagyok, szintén a PPH egyik vezetője, Rákóczi falváról érkeztünk a párommal. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseinket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. PPH előtti, vagyis az eredeti foglalkozásom, én mezőgazdasági gépészként kezdtem, de most a fő tevékenységem a csapatépítő szervezés, tartom fő tevékenységemnek. Családi helyzeten párkapcsolatban élünk. Azért kezdtem itt a Nyílt Akadémián tanulni, mert valamit nagyon kerestem az életemben, amit nem találtam meg. Szüleim révén nagyon hamar úgymond megkaptam azt a tudást, hogy milyen az ember működése, mint egyéni lélek, hova kell eljutni, mi a feladatunk, tehát visszatérni egy magasabb létformánkba, tehát az eredeti létformánkba. De ezt a tudást, hogy hogyan is fogok én oda visszaérkezni, ezt valahol nem találtam meg. Többfelé keresgettem én is, még itt a PPH-nál találtam meg ezt az egyetlen lehetőséget, ahol megoldást is kapunk erre, és Szedlacsik Miklós személyében egy úgymond mestert találtam, ugye mindig a tanítvány találja meg a mesterét, és Miklós, Szedlacsik Miklós egy hiteles tanítómester az én számomra. Az én foglalkozásom, mielőtt a PPH-hoz kerültem, természetgyógyászként tevékenykedtem, próbáltam segíteni minden embernek, aki kérte a segítséget, és nem értettem, hogy az emberek miért produkálnak újabb betegséget, vagy miért esnek vissza ugyanabba a hibába, vagy minden hibánál valakitől külső segítséget kell kérni. És én is kerestem, hogy hogyan tudnék az embereknek még többet segíteni, akkor találtam meg a PPH, pontosabban a PPH talált meg engem. És ennek nagyon-nagyon örülök a mai napig, mert itt megkaptam azt a tudást, amit át tudok adni, tovább tudok adni, és nem csak az én életemben segít, hanem másoknak is tudok ezzel a tudással segíteni, ha ők is itt tanulnak. Szedlacsik Miklós egy olyan komplex rendszert állított össze, ami tényleg minden életterületen segít, és nem kell külső segítséget kérni, meg tudjuk tanulni azt, hogy hogyan tudjuk saját gondjainkat a lehető leggyorsabban és a legjobban megoldani. Enélkül a tudás nélkül, hát egyszerűen nem lehet élni, mert ha az ember a személyiségét önmagát nem találja meg, akkor önmagának sem tud segíteni, nemhogy másoknak. Önmagunkkal kell legelőször tisztában lenni, és megfelelően tudunk bánni másokkal. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szeglacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Na nézzük meg gyorsan, hogy mit is csinálunk. Mennyire tetszik nektek a jelenlegi világ? És szerinted mi várható? Nagyon érdekes egyébként ez a világ, mert hogyha megnézzük, akkor csak az EU-s országokat megnézzük, akkor az egyik országban, mit tudom én, megszüntetnek dolgokat, a másik országban meg szigorítanak dolgokat. Tehát milyen köztes állapotban vagyunk, hála Istennek, ami azt jelenti, hogy még olyan jellegű szigorítások, mint amit esetleg már
terveznek több országban, illetve már van, ahol be is vezettek. Például, mit tudom én, Olaszországban mondjuk a 60 év fölöttieknek kötelező az oltás, meg ha valakinek nincs oltás, akkor nem szállhat föl a tömegközlekedésre, meg ilyenek. Ausztriában meg ugye azt tervezik, hogy mindenkinek kötelező oltás. Most szavazták meg, igen, a parlament most szavazta meg. Hát ugye elég érdekes, és akkor vannak olyan országok, ahol meg enyhítik a szigorításokat. Sőt, törölték, igen, a szigorításokat, például, mit tudom én, mondjuk. Hát jó, az már nem EU-s, de állítólag Írországban is, meg Svédországban is ilyen enyhítések voltak. Hát az se EU-s, én most csak EU-ról. Ugye EU-ról, úgyhogy mintha ilyen totál egységes szabályozás lenne ebben a kérdésben, nem? Úgyhogy jobban megnézitek. De ez jó, mert hogy valamilyen szinten akkor maguk határozhatják meg az emberek. Mármint a vezetők, ugye az, hogy mi legyen abban az országban, hogy én nem tudom. De olyan fura az egész. De az ember így logikusan gondolkodik, de csak olyan szintű logikossággal, hogy ugye visszaemlékszik a múltra, akkor ugye ezzel kapcsolatban voltak ilyen szabályok, hogyha mondjuk a gyerek az beteg volt, akkor nem lehetett beoltani. Tehát hogyha még náthás volt, akkor sem lehetett beoltani. Akkor ugye egy másik, hogyha járvány volt, bármilyen járvány, akkor nem volt oltás, akkor nem oltogatták az embereket, járvány előtt lehetett oltani, tehát magyarul ugye tavasztól őszig lehetett oltani, de télen, mivel minden évben járvány volt, ezért télen sose lehetett oltakozni. Jó, tehát érdekes. Most meg ez nem számít, pedig hát ugye tudni kellene azt minden embernek, hogy egy oltással legyengül az embernek az immunrendszere, és ezáltal könnyebben elkapja az éppen fertőző betegségeket. Tehát ez tény, ez ha valaki azt mondja, hogy ez nem így van, na az hazudik, ha valaki azt mondja, hogy ez nem így van. Tehát ilyen furcsa, és most hogy mindent lehet. Tehát gyakorlatilag ezzel kapcsolatban mindent lehet, hogy nem számít az, hogy tudom, legyengíti az immunrendszert egy oltás, attól még hadd adják be. Hadd legyenek betegek az emberek még könnyebben. És akkor, de az az érdekes, hogy az egészségügyi dolgozók felejtették ezt el alapvetően. Hogy hát azoknak kéne tanulni, mert ezt tanulták, vagy tudni, mert ezt tanulták, hogy ugye amikor járvány van, akkor nincs oltás, mert akkor ugye az emberek elkapják. Tehát ugye láttunk olyat, hogy például a seregben, amikor bevonultunk annak idején, és ugye kaptunk oltást, akkor ugye többen utána betegek lettek. Pedig hát a katonaságnál ugye ott ugye szűrt emberek mentek katonának, nem betegesek, akik ugye makkegészségesek voltak, ugye azok lehettek katonák, és fiatal emberek, fiatal férfiak. És mégis azok közül ugye az oltás hatására többen megbetegedtek. Tehát nem azt mondom, hogy mindenki vagy a többség, hanem azt jelenti, hogy nem egy-két ember betegedett meg. Szóval ilyen furcsa dolgok vannak, és most gondold végig, hogy úgy néz ki, hogy ilyen szabadon csinálják ezeket a jogszabálymódosításokat, tehát azért nem mondom, hogy törvénymódosításokat, mert nem az, hanem jogszabálymódosítások. Itt szabadon csinálják, és hát ugye ezzel a szabadon csinálással az a probléma, hogy nem látni előre, hogy mi várható gyakorlatilag. Tehát ezen a földön ugye szabad akarat van, ami azt jelenti, hogy a fentiek csak úgy tudnak valamit megakadályozni,
mondjuk egy szabad akaratot. Mi az, hogy fentiek, csak hogy tisztában legyünk ezekkel, olyan lények, akik létrehoztak minket. Oké? Tehát azok a lények, akik létrehozták az emberiséget, és nem csak a múltról van erről szó, hogyha te nem születtél volna ebbe a testbe, hogyha nem küldtek volna abba a testbe bele egy lelket. Tehát gyakorlatilag ugye ez nem csak a múltra vonatkozik, hanem a jelenre is. És hát lényeg az, hogy a fentiek azok csak úgy tudják megakadályozni a szabad akaratot, hogyha azt az illetőt kivonják a forgalomból. Ugye a forgalomból kivonás az több lehet, például lehet mondjuk egy baleset, lehet egy haláleset, tehát esetleg egy betegség, csak a betegség az annak idő kell, mire kialakul. Ugye a baleset vagy a haláleset az viszonylag gyors. Tehát nehogy azt gondoljátok, hogy a fentiek ebbe be tudnak csak úgy avatkozni, ők csak így tudnak beavatkozni, hogy fogják és mondjuk azt a szemét kivonják a forgalomból, vagy úgy, hogy betegség, vagy baleset útján, vagy úgy, hogy halálozás útján, hogyha nem akarnak, hogy valami megtörténjen. De hát mondjuk gondold végig, mondjuk egy parlamentbe ül, tudom, 300 ember, azért biztos, hogy furcsa lenne, hogyha most hirtelen mondjuk 250-et kivonnának belőle a forgalomból. Érted? Mert mondjuk az a 250 így akarna szavazni, az 50 meg úgy akarna szavazni. Tehát lényeg az, hogy kicsit fura lenne ez az egész, tehát ezáltal gyakorlatilag a jövő az ebből a szempontból nem kiszámítható. Érted? Tehát még a fentiek sem tudják, hogy milyen jövő lesz, már csak azért sem, mert ugye sajnos az országok élén lévők nagy részét, illetve hát igen nagy részét azt a lentiek befolyása alatt van. Ezekről nem is tudják az emberek, hogy mármint az állami vezetők, hogy ők a lentiek befolyása alatt vannak, nem tudják, mert mindig egy hipnotizál tudja legkevésbé, hogy őt hipnotizálnak. Mindenki tudja a környezetében egy hipnotizáltnál, hogy ő hipnotizált, csak éppen a hipnotizált nem. Szóval ők tudják a legkevésbé, el se tudják képzelni, hogy őket alulról éppen manipulatíven hipnotizálták. Tehát ezáltal, ugye mondom még egyszer, teljesen kiszámíthatatlan, hogy az adott régiókban, itt a bolygón éppen mit döntenek, vagy mit csinálnak. De azért ugye azt szeretném mondani, hogy ezt úgy hívják, hogy emberi jogok. És a testeddel nem más rendelkezik, hanem te. Érted? És ha tehát a testeddel való rendelkezés az a saját alapvető emberi jogod, ezt ugye az ENSZ kimondja. És hogyha a testeddel valaki más akar rendelkezni, akkor onnantól kezdve te üldözött vagy. Érted? És mint üldözött, olyan országokba be tudnak fogadni, ahol nincs az az üldözés. Világos ez? És ez ugyanolyan, mintha politikai üldözött lennél, érted? Tehát ha valaki nem oltatja be magát, az nem elmebeteg, az nem beteg, az nem bűnöző, érted? És ha emiatt, mert nem oltatja be magát, ugye üldözötté válik, akkor onnantól kezdve ő menekült. Nem olyan, mint ezek az arapok, akik jönnek, nem olyan menekült, nem gazdasági menekült, mert ők gazdasági menekültek. Mert miért hagyja otthon a családját? És miért csak fiatal férfiak jönnek? Érted? Tehát ők gazdasági menekültek, és itt akarnak fiatal fehér nőkkel párosodni.
azért jönnek, nem másért jönnek ugye a fiatal arab férfiak, csak ezért. Én voltam az araboknál, nem egyszer, nem, mondjuk nem sokszor, kétszer voltam araboknál, ugye összesen 3 hetet voltunk a 2 alkalommal, és láttam, hogy mennyire szeretik a fehér nőket az arab férfiak. Hát nekem itt is meg akarták venni annak idején, de szó szerint értsd, hogy meg akarták venni. És ugye többen voltunk, mert nem csak mi voltunk, hanem PPH-sként, 2-szer voltunk Tunéziában PPH-sként, és nem csak a nejemet akarták megvenni, hanem más hölgyeket is, ez még a 90-es években volt. Tehát az arabok azok nagyon szeretik a fehér hölgyeket, és azon belül meg a szőkéket meg kifejezetten szeretik, és gyakorlatilag az arab férfiak azért jönnek ide, hogy mondom, gazdasági menekültek, mert ugye ott rosszabb az élet, itt jobb az élet, és azért jönnek ide, hogy összeházasodjanak fiatal, fehér nőkkel. Világos? Nincs más oka, bármilyen más okot mondanak, hazudnak. Oké? Tehát gazdasági okokból, és azért, hogy fiatal, fehér nőkkel párosodjanak. Oké? Na most, tehát a másik dolog, ugye itt van ez az oltás kérdése, tehát hogyha valaki nem oltatja be magát, és mivel szabad rendelkezése van a teste fölött, és a fölött senki más nem rendelkezhet, csak az adott személy, ezáltal bárki, aki ezáltal üldöztetést kap, az menekült státuszú. Világos voltam? És mint menekült, az olyan országok befogadják, ahol nincs ez a mizéria. Oké? De ott csak maradjunk ennyibe. Tehát nem véletlenül mondom évek óta, hogy legyen 3 évnyi tartalékod. Oké? Nem véletlenül. Nem értettétek, hogy miért kellett mondanom? Én se tudtam annak idején, hogy miért kellett mondanom, hogy legyen 3 évnyi tartalékod. Most már tudhatod. Világos voltam. Tehát nézd meg, annak idején is, ugye voltak politikai menekültek, voltak gazdasági menekültek, oké? De valamilyen oknál fogva több millió ember Magyarország, tehát összességében a múlt században több millió ember Magyarországról elmenekült, elköltözött. Ugye egy nagy kivándorlás volt a 20-as években, és egy nagy kivándorlás volt ugye a második világháborút követően, majd egy nagy kivándorlási hullám volt 56-ot követően. Tehát ugye összességében gyakorlatilag több millió ember vándorult ki, de már a háború alatt is volt kivándorlás, csak úgy mondanám, úgyhogy nem csak a háború után, hanem a második világháború alatt is volt, ugye szép számú sok-sok-sok ember, aki kivándorolt, kimenekült. Tehát gyakorlatilag lehet, hogy lesz egy újabb kivándorlási láz ebben kapcsolatban, csak azért mondom, hogy ki tudja, hogy mi lesz a jövő. Ugye van egy olyan tervezet, hogy ide be kell költöztetni más embereket, és a fehéreket pedig szét kell szórni a világban. Van egy ilyen tervezetük, tehát az európai fehéreket szét kell szórni a világban. És ide meg be kell költöztetni olyan személyeket, akik nem itt éltek eredendően. Nem ide születtek, inkább úgy mondanám, jó? Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez nem a rossz hír kategória, hanem az ember készüljön föl mindenre. Oké? Főleg a mai világban. Csak mondom előre. Tehát a hazat szeretet az semmisé válik, amikor üldözik az embert. És nem azért, mert bűnözött, hanem azért, mert valamilyen oknál fogva diszkriminálják. Oké?
Tehát a politikai üldözés, üldöztetés is diszkrimináció volt, ha végig gondoljátok. Tehát ha valamilyen oknál fogva valakit diszkriminálnak, akkor annak el kell onnan távozni, mert különben a diszkriminációból még az élete is veszélybe van, vagy a diszkrimináció miatt. Világos ez? Nem, mintha többinek nem lehetne az élete veszélybe, de ez az ő döntésük. Világos? Szóval a lényeg az, hogy egy érdekes világban élünk, ezt mondhatnánk azt, mikor történt ilyen a világban, mikor az emberek össze-vissza menekültek, hát amikor vagy polgárháború volt, vagy háború volt. Oké? Tehát az emberek mindig akkor menekültek, vagy egy háború következménye után, vagy egy háború időszakában, vagy egy polgárháborús időszakban. És akkor ez nem hasonlatos egy kicsit? Mondhatjuk, hogy de hát ez már nem csak Magyarországot érinti, hanem számos országot ér, még lehet, hogy több országot érint, mint a második világháború. Érted? Tehát akkor mondhatnánk azt, hogy az emberiség elleni háború folyik. Csak nem fegyverekkel, hanem injekciós tűvel vívják. Oké? És mentálisan vívják. Hát minden háborút vívtak mentálisan is. Mert ott is ugye, hogy az emberek menjenek harcolni, ahhoz kellett egy óriási mentális ráhatás, és hogy elmenjenek harcolni. Gondoljátok végig, ha a teljes nép ellenállt volna avval kapcsolatban, hogy menjen háborúzni, akkor lett volna háború? Sehol, sose. Világos ez? Tehát minél engedékenyebbek az emberek, annál jobban lehet húzni a derékszíjon. Érted? De, nem, de a derékszíj nem a derekedon van, hanem a nyakadon. Oké? Okay? Ez olyan, mint a béka. Békát belerakod ilyen langyos vízbe, az emberek ilyen langyos vízbe éltek 2019-ig. Ilyen jó kis langyos vízben, mivel jól érezték magukat, tudod. És berakod egy fazékba, berakod a békát a langyos vízbe, tök jól érzi magát, semmi baj, és szépen lassan elkezded melegíteni a vizet. És a béka az teljesen jól érzi magát, simán ki tudna ugrani, de nem ugrik ki. És szépen melegíted, melegíted addig, míg megfő a béka és nem ugrik ki. Most ugyanez van most az emberekkel. Szépen meg vagyunk főzve. Szépen alánk gyújtottak, és szépen főzőcskéznek minket. És előbb-utóbb meg lesz főve a nép. Érted? Csak ugye a megfőzött béka az a végén meghal. Csak úgy mondanám. Jó? Csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Tehát minél kevésbé látják át az emberek a dolgokat, és annál engedelmesebbek, és minél engedelmesebbek, annál több dolgot megvalósíthatnak, ami nem a népet szolgálja. Világos voltam? Ez van. Jó? Na szóval, lényeg az, hogy tessék ezeken a dolgokon elgondolkodni. Mit csinálunk? Képzéseket tartunk, azon belül speciális képzéseket tartunk. Engem ez itt zavar, ez a keret. Titeket nem zavar? Akkor engem se. Jó. Jó. Látod, mert most összeugrott. Ja, itt nem ugrott össze. Volt valami változás itt a képernyőn? Nem, akkor csak nálam ugrál. Jó. Szóval lényeg az, hogy vannak képzéseink. Miért vannak képzéseink? Mert nagyon egyszerű okai vannak. Ugye én 87 óta kezdtem el emberekkel való foglalkozást. 91-től szervezek csapatot,
93-tól vezetek embereket, és azóta tartok előadásokat. 93 óta. És azóta tartok képzéseket az emberek számára. És engem mindig érdekelt az emberek fejlesztése 93-tól. Már előtte is érdekelt, csak ugye nem volt lehetőségem arra, hogy tartsak képzéseket, de az, hogy én fejlődjek, az érdekesnek tűnt. Tehát az emberek személyiségének a fejlődése, az emberek tudásának a fejlődése, ez hát engem érdekelt. Jobban érdekelt, mint hogy, mit tudom én, mondhatnánk, hogy milyen adatokat kellett tanulnunk az általános és a középiskolában. Tehát azoknál általánosan jobban érdekelt. Szóval a lényeg az, hogy érdekelt az emberek fejlődése, és ugye több szolgáltatással foglalkoztunk, ami elhangzott a házigazdáink részéről, amiben piacvezetők lettünk, és ezek a szolgáltatásoknál az volt a legfontosabb, leglényegesebb dolog, hogy olyat nyújtsak az embereknek, olyan dolgokat, amire az embereknek szükségük van. És az emberek valami jó dolgot kapnak, tehát hogyha az embereknek jó, akkor nekem se lesz rossz. Nekem mindig ez volt az elvem. Tehát ha én olyat nyújtok, amivel az emberek jól járnak, akkor avval én sem járhatok rosszul. És ezért tényleg sikerült olyan szolgáltatásokkal foglalkoznunk, ahol ezt meg tudtuk csinálni, és ezáltal a vezetésemmel piacvezetők tudtunk lenni. Na most mivel én meggyőződtem róla, hogy ez az elv tökéletesen működik, mert én ezt így kezdtem el 91-ben. Érted? 91-ben ilyen elvem volt, nem a pénzért kezdtem el, hanem azért, mert hogyha én az embereknek jót nyújtok, akkor ugye nem így fogalmaztam, hogy jó tetejébe jót vágy, most már így tudom fogalmazni, de akkor, ha én jót nyújtok, akkor én sem járok rosszul. Világos ez? Tehát ez, és 91-ben én így kezdtem el januárban az embereknek a szervezését. Na most, nem most volt, az 31 évvel ezelőtt. Tehát 31 évvel ezelőtt már szellemileg azon a szinten voltam, hogy így voltam képes gondolkodni, és rengeteg olyan ember van, akik még a jelenben sem képesek így gondolkodni. Pedig azóta eltelt 31 év. Érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy 31 évvel megelőztem a legtöbb ember gondolkodását. De ha végig gondolod, ez tök logikus, nem? Ha olyat nyújtasz az embereknek, ami az embereknek jó, akkor neked se lesz rossz. Teljesen logikus. És ugye mi kell ahhoz, hogy az emberek, tehát gondoljátok végig, bármilyen szolgáltatással foglalkoztunk 91-től, én arra törekedtem, hogy az emberek fejlődjenek. Nem arra törekedtem, hogy minél több szolgáltatást tudjanak eladni, hanem arra törekedtem, hogy fejlődjenek. És tudod, mit láttam? Azt láttam, hogy tényleg komoly fejlődéseken mentek keresztül az emberek. És ugye mi van? Mi van most, ha megnézed, van egy csomó üzlet a világon, olyan üzlet, ahova emberek csatlakozhatnak, mert ilyen szervezéssel működő üzletek, és arról szól a történet, hogy minél több dolgot, tehát minél jobban tudjanak eladni. Érted? Nem arról szól, hogy fejlődjön az ember, hanem arról, hogy eladjon. Na most ugye nekem azért ugye nem sikerült olyan hatalmas eredményt elérni, mint a más hasonló szervezetek, akik más termék vagy szolgáltatással, termékértékesítéssel vagy szolgáltatás értékesítéssel foglalkoztak, mert én nem arra koncentráltam, mint a szervezet vezetője, hogy az értékesítés a legfontosabb, érted? Hanem arra koncentráltam, hogy az emberek fejlődése a leg,
fontosabb. És ezáltal én el is kezdtem még 2001-ben egy olyan szervezetet létrehozni, amely kizárólag a személyiségfejlődésre épült. De aztán csináltunk egy varga betűt, mert bejött egy új pénzügyi szolgáltatás, amit megkínáltak vele engem közvetlenül, hogy szervezzünk annak a pénzintézetnek tagokat, és az elvitt minket, elég sok időre elvitt minket, mennyire? 7 évre, 6 évre, bocsánat, 6 évre elvitt minket, és ezáltal ugye a személyiségfejlődés, az emberek fejlesztése az bizonyos szempontból háttérbe szorult, de mindig megmaradt, nekem mindig az volt a szívem csücske. Kezdetektől, 93-tól mióta embereket tanítok. Mindig az a szívem csücske, hogy fejleszteni, olyan tudást adni az embereknek, ami által az emberek fejlődnek. Érted? Tehát maga a szolgáltatás vagy a termék az mindig csak egy eszköz volt, soha nem cél. Érted? Na most, hát ezzel a fajta gondolkodással szerintem az emberek 99%-át tudti, hogy megelőzöm. De ez a gondolkodás, én rájöttem arra, hogy ez működik. Ez működik. Tehát ami azt jelenti, hogy bennem van egy olyan késztetés, belső késztetés, hogy te fejlődj, érted? És ez a fejlődés, ez minden területre érvényes, tehát erre a 10 területre érvényes, érted? Tehát én azt szeretném, hogy te ezen a 10 területen fejlődj. Nyilván az alap az mindig önmagad. És ezen a 10 területen az emberek fejlődnek, én azt látom, hogy boldogabban élik az életüket. És akkor később jöttem rá arra, hogy miért volt nekem mindig ilyen típusú gondolkodásom, látókon keresztül jöttem rá. Tehát olyan látókon keresztül, akik tőlem függetlenek voltak. Akik tájékoztattak arról, hogy nekem mi volt az előző életemben, nem földi élet volt, oké? És tájékoztattak arról, hogy mi volt, tehát mi a küldetésem, nem mi volt a küldetésem, hát igen, mi volt a küldetésem, amiért leszülettem, és hogy milyen küldetést kell beteljesítenem a Földön. És ezt olyan emberek mondták, akiktől én nem kérdeztem ezt. Maguktól mondták. Érted? Én egy szót nem kérdeztem erről. Tehát nem azt csináltam, mint a legtöbb ember, amit most csinál, hogy elmegy egy ilyen emberhez, és mondjuk fizet azért, és kérdez, hogy válaszolja. Sőt, én voltam olyan helyen a feleségemmel, ahol lehetett kérdezni, és én nem kérdeztem semmit. Tehát lehetett kérdezni egy olyan helyen, ahol lehetett a múltról, jövőről kérdezni, érted? És nem kérdeztem egy szót sem. Mindenki kérdezett, aki ott volt, mert ugye nem csak a nejem volt ott, hanem az unokatestvére is, meg mit tudom én kicsoda, és mindenki kérdezett, én nem. Csak mondták, hogy kérdezek, mondom, én nem kérdezek. És amikor nekem ezekről beszéltek, akkor maguktól beszéltek, úgyhogy én egy szót nem kérdeztem ezzel kapcsolatban. Érted? Tehát ezt most ugye miért is mondom el, hogy tudd, hogy hol vagy, érted? Tudd, hogy hova kerülsz, hogy hova kerültél. Tehát nekem az a fő célom, hogy minél több tudásod legyen, érted? Neked személyesen. De nyilván, mivel szabad akarat van, én a szabad akaratodat nem tudom felülírni, nem tudlak megerőszakolni, hogy te többet tanulj, vagy jobban fejlődj, érted? Te, hogy milyen tempóba tanulsz, milyen tempóba fejlődsz, az a te saját szabad akaratod, az nem az enyém. Ugyanúgy a fentiek sem fognak téged megerőszakolni,
én sem, hogy tanulj többet, fejlődj többet. De azt viszont csinálom, hogy keresem az embereket, akik fejlődni akarnak és haladni akarnak az életükben, és éreznek valami olyasmit, hogy ezért az emberiségért ezért kellene azért tenni. Mert ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És ez most látszik. És mondom, nem csinálhatnak a fentiek semmit, nem jöhetnek le és avatkozhatnak be, mert ha az emberiség nem képes a túlélésre, akkor sajnos, ki kell mondanom, el kell pusztulnia. Érted? És ugye lehet, hogy abból nekem előnyöm van másokkal szemben, hogy tudom, hogy hova kellene tartanunk, mint emberiség, mint emberek. Hova kellene tartanunk? És egy csepp félelmem sincs avval kapcsolatban, hogy mi lesz a következő életemben, vagy mi lesz ebben az életemben. Érted? Nincs. És nem is lesz. Miért? Mert mondom, tudom, hogy hogy működnek ezek a dolgok. Tehát lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol most van leginkább szükség arra, hogy az emberek fejlődjenek. Tehát most gondold végig, egy olyan világ felé haladunk, ami éppen beszéltük itt kezdés előtt, hogy nekünk ami felé most haladunk, az nem fura. Az annyiból nem fura, hogy régen is úgy működött, olyan világban éltünk, ahol nem bementél egy üzletbe és bármit megvettél. Érted? Hanem ha valamire szükséged volt, akkor azt általában meg kellett rendelni. Mert nem volt az üzletben. Ha volt az üzletben, akkor éppen szerencsés voltál és megvetted. De ez azt jelenti, hogy mit tudom, mindenre várni kellett, mondjuk egy építkezésnél várni kellett a építőanyagra, mindenre várni kellett, autóra várni kellett, akkor várni kellett egy termékre, például már megjelent, de még nem hozták be az üzletekbe, még nem volt, akkor mit tudom, egy-egy üzletben volt az a termék, az üzletek többségében nem volt, érted? De akkor ki kellett fogni azt a terméket. Nekünk ez nem fura, én ebben nőttem fel. Sőt, még a fiatal ember koromat ebben töltöttem el. Tehát ha például termékeket akartunk vásárolni, amit nem lehetett kapni Magyarországon, kimentünk Ausztriába. Már ez ugye a 80-as években történt, hogy kimentünk Ausztriába vásárolni, mert Magyarországon nem volt. Ugye akik egy kicsit... már akkor ugye ezt élték, ezt az időszakot, emlékeznek akár gyerekként, hogy a szülőkkel esetleg ki, vagy a szüleik kimentek és kint vásároltak. Tehát ez nem jelent problémát. Csak azért, mert ugye most elindult az, hogy ugye volt egy olyan világ, ahol túltermelés volt. A túltermelés azt jelenti, hogy raktára termeltek. Nyilván élelmiszert nagyon raktára nem lehet termelni, mert az tönkre megy, de megnézed a termékeket, azt raktára termelték. Tehát minden raktár dugig volt termékekkel. Na most ez ugye a Covid-dal elindult, hogy rájöttek arra, hogy ez nagy bukta, ha raktára termelnek, mert az nem hoz pénzt, mert azt el kell adni. Ezért ugye körülbelül olyan mértékű raktári felhalmozás volt, hogy most kezdik a raktárokat kiüríteni. Tehát idáig tartott a raktári felhalmozás. Érted? Tehát még azért vannak termékek, mert még a raktárokban vannak termékek. Érted? De a közeljövő már az lesz, hogy gyakorlatilag nem lesz raktári termék. Érted? Hanem te valamit akarsz, akkor most tanítanak meg rá, ebben a két évben tanítottak rá, hogy megrendeld. És akkor majd
online a gyártótól kijön neked a termék, érted? De az azt jelenti, hogy mivel a gyártótól jön a termék, az összes kereskedelmi lánc az kiiktatva lesz. Érted? Az kiiktatják. Most gondold végig, akkor mennyi munkahely szabadul fel, mikor mindenki a gyártóktól fog vásárolni? Hát mert hiányzik majd a nagyker, a kisker, a középker, kisker, mindenféle. Érted? Hát ez mind kimarad. Szállításra se kell több ember. Hát mert most is a nagykerbe ki kell szállítani, utána ki kell szállítani a kiskerbe, a nagykerből, utána meg ki kell szállítani a vevőnek. Ez mind kimarad. Tehát az azt jelenti, hogy a fuvarozás is lecsökken. Mert nem háromszor kell fuvarozni, hanem közvetlenül a gyártótól megy ki majd a vevőhöz a termék. Tehát nyilván akarják majd azt csinálni, hogy fönntartsák a saját forgalmukat a kereskedők. Hát nyilván ezért próbálja azt csinálni, tudod, hogy látod még, hogy tőle is lehet megvenni. De utána nézel, és arra jössz rá, hogyha gyártótól közvetlenül rendeled, hamarabb megkapod és olcsóbban. Érted? És egy idő után mire jönnek rá az emberek? Hát bolond leszek attól vásárolni, aki közbeiktatódott. Tehát nézd meg, most erre szokatják rá az emberek, hogy tudjanak online rendelni. Ez előzménye annak, hogy szépen az egész ilyen kiskereskedelmi, meg nagykereskedelmi láncok azok össze fognak omlani. És maradnak a gyártók, meg a közvetlen szolgáltatók, akik közvetlen szolgáltatást nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy ilyen brókerek, meg ilyenek mind megszűnik, érted? Nem lesz rájuk szükség, mert mindenki közvetlenül a terméknek vagy a szolgáltatásnak a létrehozójától fog vásárolni. Érted? Tehát hogy ez mit fog jelenteni? Ez azt jelenti, hogy emberek milliónyinak a munkahelye fog megszűnni. Mert lesz egyszerűsítve minden. Akkor az azt jelenti, hogy nem lesz szükség annyi alkalmazottra az államban se. Érted? Mivel nem lesz annyi alkalmazott, nem kell annyi kontroll, nem lesz annyi cég, nem kell annyi kontroll. Tehát ott is, abban a szférában is szépen le lesz ez építve. Nekem ez nem fura, mert ez így működött a szocializmusban, mármint az, hogy nem volt termék, és alapvetően ugye nem ilyen kézen közön mindenen keresztül vásárolt az ember, hanem sok esetben például a nagy aposomék úgy építkeztek, hogy mindig mentek a gyárba, és a gyárból vették meg a terméket, érted? Mondom, a gyárból vették meg, mikor építkeztek mindent. Jó, aposom ugye TS-ben volt gépkocsi vezető, teherautón, ezért ugye a fuvarozás az olyan nagy probléma nem volt számára. Szóval a lényeg, és ez megyünk, ne, megnézitek, megyünk e felé. Tehát megkérdezed, tehát több olyan családtagom van, aki megkérdezte a kereskedőt, érted, hogy áll, és a kereskedők mondták, a kiskereskedők mondták, hogy akadozik mára a szállítás, mert ugye őrülnek a raktárkészletek. És ugye ez úgy lesz, hogy majd rendelsz valamit, és akkor neked legyártják, érted? Nem lesz raktáron, érted? A gyártási idő az meg idő lesz. Főleg egy bonyolultabb valaminél, mondjuk egy autónál. Mint például a Toyotára már várni kell, mit tudom, bizonyos típusokra nem tudod elhozni. Érted? Mert nincs, gyártásban van.
leadod a megrendelést, és jó, én vettem úgy autót, hogy nekem gyártották le egyet, hogy nem raktáról vettem, megmondtam, hogy ezt akarom bele, azt akarom, ilyen legyen, ilyen színű, ilyen belső húzat, stb. És azt nekem gyártották le. Ez nem most volt, még a 90-es évek végén. Szóval a lényeg az, hogy és várnom kellett rá, vagy mit tudom, 4 hónapot, mire megkaptam ezáltal, mert ugye az hiába volt olyan, volt raktáron, olyan nem volt, mint amit én akartam. Jó, tehát, és ez most szépen annyiból előnyös a dolog, hogy sokkal gyorsabban gyártanak bármit, mint mondjuk a szocializmusban, érted? És ezáltal nem esetleg egy termékre éveket kell várni, hanem lehet, hogy hónapokat. Tehát szépen haladunk egy ilyen világ felé, ami mondom, számomra nem furcsa. Számomra az se furcsa, hogy mit tudom én, nem lehet menni nyaralgatni, vagy külföldre, vagy össze-vissza, számomra ez se furcsa. Eleve én annyit mentem, mint zsidóba a fájdalom, ahogy a magyar mondás mondja, érted? A múltban, tehát kiéltem ezt a fajta vágyamat, érted? De ha nem éltem volna ki, akkor is, hát én azt láttam gyerekként, hogy a szüleim sem mentek. Évente egyszer lementek a nagyszüleimhez, Szabolcsba, vagy lementünk, érted? És egyébként meg, mit tudom én, még gyerek voltam, talán 2 vagy 3-szor voltunk nyaralni. Ennyi. Tehát számomra ez nem fura, ez a fiataloknak fura, vagy nem az én generációmnak, aki utánam nőtt föl, azoknak fura. Érted? Akik már a 90-es években lettek, ugye felnőttek, onnantól kezdve fura, hogy jön ez a másfajta világ. És akkor most gondold végig, ebben a másfajta világban az emberek többsége az, többségének nem lesz munkája. Ezért ugye tervezik az ilyen átmeneti megoldásként, mondom, átmeneti megoldásként tervezik ezt a milyen jövedelem? Alapjövedelme. Igen. Ezt az alapjövedelmet, hogy akkor is, hát de ez gyakorlatilag egy segély, mert nem kell érte dolgozni, érted? Tehát amiért nem kell dolgozni és úgy kapod meg, az egy segély. Csak mennyivel jobban hangzik, hogy alapjövedelem. Hát a jövedelemért dolgozni kell, drága barátaim. A jövedelmet ingyen nem adják, a segélyt adják ingyen. Ezért ugye átmeneti állapotként, ameddig élnek a segélyezettek, addig adják a segélyt. Érted? Mondom, ameddig élnek. Tehát ugye, ha most gondold végig, akik ezeket az egészet intézik, azok ilyen olyan alapon működnek, érted, hogy bennük egy fikarcnyi együttérzés sincs az állampolgárok iránt. Tehát mondom, egy fikarcnyi sincs. Ha esetleg volt valamikor benne együttérzés gyerekkorában, akkor a szülei ezt az együttérzést kinevelték belőlük. Vagy ha esetleg felnőttként még volt együttérzés benne, akkor az ő pozíciója által nevelődött ki belőle az együttérzés. Érted? Tehát ezekben nincs együttérzés. Ami azt jelenti, hogy úgy működnek, hogy együttérzés nélkül, és ezáltal, hogy veled mi lesz, abszolút nem érdekli. Egy, kettő, azért, hogy ne lázadj föl, ezért úgy csinálják veled, mint a békával. Amit az imént elmondtam. Érted, hogy lassan adagolják, lassan. Tudod, mikor olvastam én erről, hogy lassan adagolva az emberek mennyire képesek elfogadni? Még a 90-es évek közepetáján olvastam erről. Érted? Hogy lassan adagolva az emberek úgy működnek, hogy elfogadják az egyre szigorúbb és szigorúbb szabályozásokat.
És hát nézd meg, ez van. Azt mondták, hogy ó, hát az egy oltás az örökké fog szólni. Nem ezt mondták? Azt mondták, akkor én mondtam, hogy semmi gond, hoznak egy rendeletet, hogy meddig fog szólni. Ennyi. Megcsinálták? Meg. Oké. Okay. Utána most azt mondják, hogy ha a harmadik oldást megkapod, akkor az örök életre szól. Ameddig nem hoznak egy olyan rendeletet, hogy eddig tartott. Érted? Ez ennyit jelent. Hát mondani bármit lehet. Hát most eleve megnézzük, ugye a hanyadik variáns van. Harmadik, negyedik, nem is tudom, hanyadik variáns. Na most, ha lesz egy ötödik, meg egy hatodik, akkor hogy lehet, hogy a harmadik oltás az jó már az ötödik, hatodik variánsra is? Hát, hát ha jó lenne, akkor kamu az egész. Érted? Hát hogy? Mondom, ha jó lenne, akkor az egész egy nagy kamu. Mert hogy lehet egy másik fajta vírusra egy előző oltás jó? Sehogy. Eleve honnan tudják, hogy mi lesz a következő mutáció, variáns, érted? Honnan tudják? Tehát egy jövőbeni variánsra nem lehet most oltást csinálni. Érted? Hogy? De erre senkinek nem jut eszébe? Hát biztos eszébe jut, de azoknak, akik mennek nyakra főre és elfogadnak mindent, azoknak nem jut eszébe semmi? És elhiszik azt, hogy majd lesznek mindenféle különböző járványok, és akkor arra is jó. Hát de mire való az agyunk? Nem arra, hogy gondolkozzunk? Nem azért, hogy káposztalélő työgjön benne, nem? Ja, a káposztalé az kell a leveshez, persze. Igen. És akkor ehetünk káposztalevest, tudod? Szóval a lényeg az, hogy elég egy érdekes, nem? Ha jobban végig gondolod. Szóval térjünk vissza ide. Lényeg az, hogy azért vagyunk, és szeretném, hogyha ezeket az elveket, akik itt tanulnak, azok úgy elkezdenék magukévá tenni. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy én boldoguljak, ha te boldogulsz, meg te, akkor én is fogok boldogulni. Érted? Erről szól a történet. Mert ugye jönnek tanulni emberek azért, hogy ők boldoguljanak. És akkor kérdezem, mi lesz a többiekkel? Le van? Ezzel kezdődik és avval végződik? Az nem ezzel kezdődik, tudod. Szóval lényeg az, hogy nem. Tehát hogyha az oda jut az emberiség, akkor ugye mi saját magunk is az emberiség része vagyunk. De azt gondold végig, milyen borzalmas érzés lenne az, hogy azokat mondjuk a jövőben kimentik, akik tettek ezért a bolygóért valamit, a többiekre meg rárobbantják a bolygót. Milyen vacakérzés lenne? Gondold végig. Tehát, hogyha te lennél mondjuk az egyik kimentett, és te tudnád, hogy megtettél mindent, de hát mégse tudtunk megtenni mindent, mert ugye be kellett omlasztani a bolygót. Érted? Milyen érzés lenne? Tehát addig tudunk tenni valamit, ameddig lehet tenni valamit, érted? Tehát itt egy a legfontosabb, hogy az emberek képesek legyenek gondolkodni. Tehát most egy olyan trend van, hogy az emberek egyre inkább ne gondolkodjanak,
Hát az ellen úgy tudunk menni, hogy egyre inkább gondolkodjunk. Érted? Jó, tehát de ennek így kell lenni. Hát az emberiség nem alkalmas arra, hogy túléljen, mert annyira elhűlnek az emberek, hát akkor így jártak. Ugye van egy párhuzamos kísérlet, ahol elindították ugye 1,5 millió évvel ezelőtt ugye a földbolygónknál is ezt a kísérletet, meg egy párhuzamos bolygónál, ami nem a naprendszerben van, és ott már aranykor van. És ugye ez, ennek a bolygónak az lenne a szerepe, hogy itt is aranykor legyen, és akkor a két bolygó az tudna együtt működni, érted? De itt nem lesz aranykor, akkor ez a bolygó, ez azt jelenti, hogy fogják, azokat kimentik, elviszik arra a bolygóra, a többire rárobbantják a bolygót, összeszedik a lelkeket, és viszik a periféria szélén létrehozott, tehát az univerzum szélén létrehozott bolygóra, ahol szépen majd mit tudom én, 100 család elindul megint, azt akkor abból mikor lesz mondjuk 7 milliárd? Gondold végig. Tehát vajon mikorra fogsz újra születni? Gondold végig. A franc akar kimenni a univerzum szélére, egy kőkorszaki bolygóra, érted? És akkor Freddy Bénit játszani, meg Vilmát, meg Irmát, nem? Szóval a lényeg az, hogy azért, hogy tudatosodjunk, nekünk kell tenni, helyettünk nem fog tenni senki semmit. Hát ennyit szerettem volna elmondani itt az első részben. A második részben képzést tartunk, méghozzá olyan képzést, ami ahhoz kell, hogy ezekkel helyesen tudjál bánni. Érted? A képzés az nem csak azt jelenti, hogy megmondjuk, hogy mit nem jól csinálsz, és elmondjuk azt, hogy nem így kéne csinálni, hanem így, hanem ugye olyan módszerek vannak, hogy képes legyél megtanulni a helyes működést. Érted? Mert ugye az egyszerű megmondani valakinek, főleg aki tudja és jól működik azon a területen, hogy ne bénázz már, hát csináld így. De hát ő nem tudja így csinálni. Érted? Miért nem? Azért, mert ott van benne a múlt és a szokások. Ha most egyszerűen fogalmazunk, akkor ez a két szó. Múlt és szokások. És annak alapján működik, ahogy a múltban és a szokásai alapján működött. És nem tud egyik napról a másikra átállni. Miért? Nagyon egyszerű. Mert ugyanabban a környezetben él, ahol eddig. Érted? És ugyanazok a környezeti hatások érvényesek rá, mint eddig. És ahhoz, hogy az ember megváltozzon, ott kezdődik, hogy kellenek módszerek. Hogy használja arra a környezetre, amilyen környezetben van. Érted? Hogy mit csináljon adott helyzetben. Ha történik egy ilyen dolog, mit tegyek? Ha egy olyan dolog történik, mit tegyek? És ezek módszerek. Ha az embereknek nincsenek módszerek, akkor hiába tanulnak, hiába mondják meg nekik, hogy ilyen vagy, ilyenné kellene válnod. Nem fogja tudni megcsinálni. Csak akkor, ha vannak módszerei minden olyan dologra, ami adódhat, ami gátolná azt, hogy az illető változzon. Hát gondold végig, ha az emberek környezetet támogatná azt, hogy fejlődj, akkor már milyen magas szinten fejlődtél volna. De az a környezet, az nem támogatja, az egy környezet, érted? Az a környezet van, és olyan, amilyen.
te tudsz módszerekkel hatni a környezetedre. Érted? Tehát olyanná kell válni, aki képes a környezetére hatást gyakorolni. Mert most az emberekre a környezet gyakorol hatást. És azért egy jelentős változás, hogy valaki most úgy él, hogy a környezet gyakorol rá hatást, ahhoz képest, hogy úgy kellene élnie, hogy a környezetére ő gyakorol hatást. Tehát hiába mondják meg az embereknek, hogy ilyen vagy, ilyenné kell válni, semmit nem ér. Ha az ember nem tanulja meg azt, hogy te hogyan gyakorolj hatást a környezetedre, érted? Akkor ez sose fog működni. Nyilván vannak olyan emberek, akik erre ábóvó képesek. De a többség nem. Sőt, a túlnyomó többség nem képes erre. Mondhatjuk azt, hogy azok a kivétel, kb. 3%, amely arra képes, hogy ő gyakorolja hatást a környezetére. 97%-nak meg kell ezt tanulni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt a képzést is. Én az életem egyik legjobb döntésének tartom a mai napig, közel 6 év után, hogy elkezdtem, és azóta is itt tanulok. Én mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy ha már találkozott a PPH-val, akkor azt vegye komolyan, mert hogy azok jelek. És mivel nincsenek véletlenek, mi már megtapasztaltuk, hogy Szedlacsik Miklós, amit tanít, az betűről betűre tényleg úgy van. Hiába van a tudás, ha nem tudjuk alkalmazni. Egyszerűen segítség nélkül elakad az ember, nincs kihez fordulni a PPH-n kívül. Ha jobb világban szeretnél élni, azért vagyunk itt a Földön, mert ezt nekünk kell létrehozni, ezt senki nem fogja helyettünk megcsinálni. A cselekvő gondolat semmit nem ér cselekvőtettek nélkül. Itt minden tudás megvan, megvannak az alkalmazási technikák, a személyes segítség és az összefogás is, mert anélkül se lesz semmi. Mindez egy olyan összegért, amit mindenkinek megfizethetőnek kellene legyen. 30 óra képzés 9800 forintba került, tehát óránként 330 forint, szerintem egy kávét nem adnak ennyiért máshol. Az első hónap ettől egy kicsit eltér, az 19700 forint. Rosszabb helyre is el szoktunk költeni 1-2 000 forintot. Ezért a nagyon kicsi csekély összegért olyan szintű tudást és segítséget kapunk, amivel valóban meg tudjuk oldani az életünket, sőt, másoknak is tudunk segíteni. Hát én is nagyon szépen köszönöm Miklósnak ezt a színvonalas előadást. Hát tulajdonképpen nekem egy történetet jutott eszembe, hogy tudunk hatni a környezetünkre. Ez onnan kezdődik, hogy a Jóisten meg az ördög találkozik. Mondjuk, hogy vagy, jó vagyok. Mondja az Isten, hogy hát van egy problémám, van itt nálam egy jó ember, úgy hívják valami Lenin, állandóan lázít, provokál, nem tudok vele mit kezdeni. Mondja az ördög, hogy gyere, küld le hozzám, majd én intézem a dolgát. Ez meg is történik, egy jó év után ismét találkoznak. Hogy vagy, jó vagyok, mondja az ördög. Hát bocsánat, most sietek, mert megyek a párgyűlésre. Szóval, tehát próbáljunk a környezetünkön változtatni. Mindenre van megoldás. Itt a PPH-nál meg fogjuk kapni azokat a módszereket, hogy mink ezt tudjuk. Tehát nagyon jó követhető emberekké kéne, hogy váljunk. Ugye mindig azt mondtam szüleim révén, hogy tulajdonképpen a célunk egy felsőbb létformába visszajutni, tehát az eredeti létformákba visszajutni. És ugye annak idején
Én nagyon foglalkoztatott ez a kérdés, ugye a cél fent a hegycsúcs, tehát a csúcsra kell feljutnunk, és mindenki mondja, hogy ugye, hogy a hegyre felvezető út az több is lehet. Na de minél több a tudásunk, minél feljebb vagyunk a csúcshoz, annál kevesebb út van. Mikor felértünk a csúcsra, ugye ott már van egy kilátó, hogy vissza tudjunk nézni. Viszont erre a kilátóra már csak egyetlen lépcsőfok vezet fel. És ezt a lépcsőt fogja nekünk megmutatni a PPH belül Szedlacsik Miklós. És ugye, hogy nem csak megmutatja az utat, hanem egyáltalán vezet is bennünket. Felvezet a kilátóba, hogy visszalássuk saját magunkat. Sőt, mi több, megtanít minket is, hogy fel tudjuk vezetni. Ugye, hogy a követő embereinket, mivel ugye ott csak úgy lehet, hogy egymás után felmenni. Tehát jó vezetővé, követhető vezetővé kell válnunk, amit itt mindenki meg tud tanulni a PPH-nál. És meg fogjuk találni a lépcsőt. Fogod. Hát most szünet következik, szünet után kocsképzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel ajánlatunk, örültünk, hogy részt vettél, megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik. Óra egészig fog tartani. Éppen nézem az órát. Köszönöm szépen!